Köszönöm szépen Rácz Sándor úrnak, aki a magyar nemzet lelki ismerete, mindazt, amit elmondott, és azt hiszem, hogy több előadást kell szervezni, és önöket is arra kérem, hogy ahol lehetőség van, próbálják segítség, hogy minél több helyen Rácz Sándor el tudja mondani az igaz gondolatait. Ott a helye, nem ebben egy úrban. És mivel mondtam, hogy ez a reklám helye, engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket, hogy a ma estről egy digitális felvétel készül a Nemzeti Jogvédő Alapítvány Nemzeti Jogvédő Szolgálatának jóvoltából. Tapsolják meg! És kapcsolódnék az előbbi gondolatsorhoz. A Nemzeti Jogvédő Alapítvány és a Szolgálat és több szervezet ennek az évnek az őszén, szeptember végén, október elején egy utazás szervezett Kárpátaljára. Volt, akik el tudtak menni, volt, akik nem. Akik ott voltak, többen itt vannak. De mivel érintett a Trianon Társaság, a Hegyvidéki Trianon Társaság is, engedjék meg, hogy néhány gondolatot felolvassak egy akkori tudósításból. Soha többé kommunizmust. A Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Szolgálat tagjai és baráti köre 42 fő kiszállt a buszból. Előkerül az otthonról és az emlékparkban történő elhelyezés céljából hozott hatalmas fekete márványtábla, amely mementóként kerül fel a magyar siratófalra. Álljon itt az emléktábla felirata. Legyen emlékezetes a kommunizmus magyar vértanúinak áldozata, a mártírok dicsősége és a gyilkosok gyalázata. Nem felejtünk. Az egyesületek nevei: Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Nemzeti Jogvédő Szolgálat, Magyar Konzervatív Alapítvány, október 23-a bizottság, Hegyvidéki Trianon Társaság, 2008. Itt ezen a helyszínen szót kapott Morvai Krisztina büntetőjogász, a Jobbik Európa Parlament képviselő jelöltje, aki kiemelte. Ellenségeink arra kényszerítenek bennünket, hogy ne felejtsünk. Auschwitz példájára mindig emlékeztetnek minket, de a szolyvai drámát nem tudatosították bennünk. Épp ideje felhívni az utókor figyelmét erre a gyalázatra. Erről is beszélnünk kell, a túlélők életét pedig könnyebbé kell tennünk, mutatott rá a feladatokra Morvai Krisztina. Szóval az első stáció, ahol az október 23-a bizottság, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Szolgálat, a Magyar Konzervatív Alapítvány és a Hegyvidéki Trianon Társaság együtt ilyen emléktáblát helyezett el. Ennek folytatása lesz. A felavatás követően elhelyezésre kerültek a koszorúk. A kárpátaljai mi atyánk zárósoraival búcsúztak Szolyváról, bízva és reménykedve fordultak most és mindig az Úrhoz, és a következő hangzott el: tartsd meg a szülőföldünkön, emelj fel magadhoz, add meg atyánk kegyességet, tanúi és részesei legyünk, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És akkor most megkérem magam komponát, az ELTE docensét, az emberi jogok magyarországi legnagyobb jogvédőjét, hogy szóljon az itt ülőkhöz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jó estét kívánok. Hogyha ezen a hangon beszélek, akkor lehet hallani? Hátul is? Lehet? Köszönöm szépen. Én nagyon sok ismerős arcot, nagyon sok barátot látok itt. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és én az itt egybe gyűlteket sokkal, de sokkal jobban szerettem annál, mint hogy úgy kitoljak önökkel, hogy itt most elkezdek egy egyórás, szabályos, elméleti jellegű előadást tartani, amikor már mindenki nagyon fáradt, nagyon érdekes és fontos, hosszú, mély előadásokat hallottunk. Meleg van, késő van, én rövid gondolatokat szeretnék önöknek mondani. Eredetileg az lett volna az előadásom címe, hogy kereszténység, emberi méltóság és emberi jogok. Most már a három témából csak egy-egy gondolatébresztőt szeretnék felvillantani. És arról, hogy ez a három téma hogy kapcsolódik össze. Akik a hátsó sarokban ülnek, nem látják, hogy itt elől János, ha megtennéd, hogy felemeled ezt a gyönyörű koszorút,
Tehát, hogy egy nagyon szép adventi koszorú van itt. Nem. Nem ajánlják, hogy felemeljem, de higgyék el, hogy egy szép adventi koszorún a két adventi gyertya ég, és ez biztosítja az adventi hangulatot. Többeknek meséltem már a legkülönbözőbb körökben, előadáson vagy baráti társaságban, hogy 20 évek óta járok a jezsuitákhoz a Szent Ignác féle szemlélődő lelki gyakorlatra, amelynek az a lényege, ez egy 500 éves lelki gyakorlatos módszer, hogy egy-egy bibliai jelenetbe az ember beleképzeli magát, és egy órán keresztül ott van abban a jelenetben, megéli, átéli, szemlélődik, és ezen a módon ismeri meg jobban az Istent, illetőleg az Isten szeretetét. Az egyik ilyen jelenet, az egy adventhez kapcsolódó jelenet, hagy osszam ezt meg önökkel, és hagy kérjem önöket arra, akár kereszténynek vallják magukat, akár nem, hogy az adventi készülődésben megállva éljék bele magukat ebbe a jelenetbe. A jelenet úgy szól, hogy a Szent Háromság három isteni személye lenéz a földre, és rettenetes dolgokat lát. Nyomorúságot, kiszolgáltatottságot, magányt, fájdalmakat, szenvedést, háborút, és azt mondják, hogy valamit tennünk kell. Ezt mégsem tűrhetjük. Nem hagyhatjuk így magukra ezeket a nyomorult embereket. És úgy döntenek, hogy úgy fognak segíteni, hogy leküldik a földre az Istent, az egyik isteni személyt, aki emberré válva nem kisebb küldetést vállal, mint hogy megtanítja az embereket szeretni, jól szeretni. Ez a mi legnagyobb feladatunk keresztényként. Karácsony kapcsán tegyük föl magunknak a kérdést, hogy mi is a mi küldetésünk itt ezen a világon. És a keresztény ember küldetése, legfontosabb küldetése, a szeretet, ami így egy nagy közhely. Nekem nagyon sokat jelentett, amikor megértettem részben a katolikus teológiai tanulmányaim során, a kitoktatói képzésben, részben pedig ezeken a lelki gyakorlatokon, hogy mi is a szeretetnek a lényege. Nem más, mint hogy azt éreztettem a másik emberrel, hogy ő értékes, fontos, jó, hogy van, és szeretetre méltó. Felemelem a másik embert. A szeretet lényege a másik embernek a felemelése. Ez más megfogalmazásban azt jelenti, hogy a másik embert méltósággal rendelkező személyként kezelem. A számomra egyik legfontosabb bibliai jelenet, az pontosan Jézus nyilvános működésének a végén, halálához közeledve történt, az utolsó vacsorán, amikor Jézus lehajol és megmosta a tanítványainak a lábát. Biztos mindenki maga elé tudja képzelni ezt a jelenetet, sőt én azt kérem, megint csak az adventi időszakban, hogy ne csak maguk elé képzeljék, hanem ahogy Szent Ignác tanította 500 évvel ezelőtt, éljék is bele magukat a jelenetbe. Képzeljék el azt, hogy én vagyok az egyik tanítvány, aki ott ülök, és Jézus lehajol, és megmossa a lábamat. Mit érzek? Mit élek meg? Mit akar nekem Jézus mondani ebben a jelenetben, ebben a történésben? Ugye a legtöbb biblia magyarázat ezzel a jelenettel kapcsolatban azt emeli ki, hogy Jézus alázatos volt az emberrel, a gyarló, a bűnös, a földi emberrel. Ez is egy fontos aspektusa
De ennél sokkal fontosabb ez a bizonyos felemelés, hogy Jézus ebben a jelenetben, ezzel a gesztussal felemelte az ember. Azt mondta neki, ezzel a tettel, meg a mozdulataival, a tekintetével, hogy fontos vagy, jó vagy, szeretetreméltó vagy, jó, hogy itt vagy. Keresztény emberként ez a küldetésünk, hogy ezt éreztessük az embertársainkkal. És ne higgyük el, amikor arról próbálnak bennünket meggyőzni, hogy keresztényként szépen csöndben, meghúzódva, békességben, mindent eltűrve, mindig kompromisszumot kötve kell az életünket élni, hiszen Jézus nem ezt a küldetést adta nekünk. Ő azt a küldetést adta, hogy emeljük föl az embereket. És amikor az embertársaink nyomorúságban vannak, megfosztottságban, megtaposottságban, amikor mindenki és minden azt üzeni nekik, mondjuk egy adott történelmi korban, Magyarországon, vagy a világ más pontján éppen, hogy nem vagy fontos, nem számítasz, mindegy, hogy vagy-e, mindegy, hogy itt vagy-e, akár el is mehetsz, akinek nem tetszik, menjen el. Amikor ilyen helyzetben vagyunk, akkor a keresztény ember küldetése az, hogy ha kell harcosan, hiszen Jézus is volt indulatos, ugye? Ne felejtsük el, hogy amikor például a kufárokat kiverte a templom környékéről, mert azt mondta, hogy eddig és ne tovább. És az a küldetésünk, hogyha kell harcok árán is, felemeljük az embertársainkat. Hogyan hirdette meg Krisztus a nyilvános működése kezdetén az ő küldetését? Nem azt mondta, hogy a gyerekek, éljünk békességbe, szépen, nyugodtan, ölelgessük meg egymást, fogjuk meg az ellenségünk kezét, és úgy legyünk el szép langyosan. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy azért jöttem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, látást a vakoknak, szabadítást az elnyomottaknak, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ezt a küldetést adta nekünk, hogy kiálljunk az embertársainkért, harcoljunk, örömhírt vigyünk nekik, szabadítsuk őket a fogságaikból, a nyomorúság fogságából, a adott esetben az alkohol fogságában, amiben azért kerülnek egyre többen, mert reményt vesztettek, mert úgy érzik, hogy nincs küldetésük ezen a világon. Érintőlegesen szeretnék beszélni egy pár szót a kereszténység emberképéről, a keresztény antropológia emberképéről, aminek az alapja az emberi méltóság, az emberi személy méltósága. Az, hogy az embert Isten teremtette, és az Isten az ember saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ez a méltóságunk alapja. Én nagyon gyakran látom azt, hogy az emberi jogokkal foglalkozó liberális kollégáim azért talajt vesztettek, meg egy csomó mindent azért nem tudnak hitelesen csinálni, mert az emberi jogok alapjául szolgáló emberi méltóságnak a fogalmát nem értik igazán, nem tudják, hogy honnan származik. Tehát a teremtettségünk és az Isten képiségünk az alapja az emberi méltóságunknak. A keresztény emberképben az embert Isten céllal teremtette a világra. Egyetlen egy ember sem született véletlenül, cél nélkül, csak úgy, ugye megint csak, amit próbálnak velünk éreztetni. Küldetésünk van a világban, minden egyes embernek. Az életünk valahonnan, valahova tart. És megint csak, ez is feladatunk, keresztény emberként, hogy a másikat segítsük a küldetésének a kibontakoztatásában, és a mi szemléletünkben ez az államnak és ez a közösségnek a feladata, a közjó szolgálata. Ez az alapvető különbség a liberális szemlélettől, amelyik azt mondja, hogy hagyni kell békén az embereket, minél több szabadságot adni neki, nem beleszólni egyik embernek a másik dolgába. Mi azt mondjuk, hogy nem így van, elő kell mozdítani azt, hogy az emberek a küldetésüket megvalósítsák. És a keresztény antropológiában már csak a Szent Háromság fogalmából adódóan is az ember
közösséghez tartozó lény. Ugye Isten maga a szerepe. És egyedül nem lehet szeretni. Egészségére, igaz? És az Isten is maga hárman vannak, ugye? És ha Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, bennünket is közösséghez tartozó lényként teremtett. Ezért kell, hogy legyen társunk, ezért kell, hogy legyenek barátaink. Tartozunk egy közösséghez, egy faluhoz, egy nemzethez. Pont ezek azok a kifejezések és érzések, amelyeket az ellenségeink úgy élnek meg, mint ördög a tömjén füstöt. Ugye, hogyha figyelik, ezek azok a dolgok, amiktől a legjobban irtóznak. Mert tudják, hogy ez az, ami gyökeret ad az embernek, mert ettől vagyunk saját magunk. Mert a Jóisten erre és ilyennek teremtett bennünket. Nem szeretik, hogyha az embereknek küldetésérzésük van, küldetést élnek meg, ezért teszik tönkre a kisvállalkozókat, középvállalkozókat, gazdákat, stb., hogy ne legyenek önálló egzisztencia. Olyan emberek, akik érzik azt, hogy az életük valahonnan valahova tart. Azért teszik tökre a közösségeket, hogy ne érezzék az emberek azt, hogy ők közösséghez tartozó, az életüket beteljesíteni hivatott személyek, méltósággal rendelkező személyek. És végül, itt érintőlegesen a keresztény antropológia emberképéről, amikor mi döntéseket hozunk az életünkben, akkor nem az aktuális hasznosság alapján hozzuk meg ezeket a döntéseket, hogy mi az, ami éppen bejön aktuálisan. Mi az, ami nekem most ebben a helyzetben hasznos lenne. Hanem van egy szilárd belső lelkiismeretünk, és az élet határhelyzeteiben, kérdéseiben, döntései során ez a bizonyos lelkiismeret ad eligazítást. És olyan közösséget, olyan vezetőket, olyan kormányt, olyan államot szeretnék, amelyik hasonlóképpen gondolkodik. Nem úgy dönt, hogy mi az, ami most éppen bejön, mi az, ami hasznos, hanem mi az, ami egy szilárd belső lelkiismeret alapján a helyes döntés, és ami a közjót szolgálja. Egy emberközpontú gondolkodást kellene bevezetni Magyarországon a pénz és profit központú gondolkodás helyett. Itt lenne az ideje. Ez lenne az emberi méltóságnak a kiteljesítése. Beszéltem tehát néhány mondatot a kereszténység és az emberi méltóság viszonyáról. Az emberi méltóság az anyajoga az összes emberi jognak. Az emberi méltóságunkból fakad a jogunk ahhoz, hogy alakítói kell, hogy legyünk a saját közösségünknek és a saját életünknek. Nem csak elszenvedői mások döntéseinek, ahogy ma Magyarországon az emberek túlnyomó többsége érzi és megéli, hogy csak hatnak ránk másoknak a döntései, és elszenvedjük azokat. Nem alakítjuk a sorsunkat, hanem elszenvedjük. Ahhoz, hogy valóban emberi méltósággal rendelkező személyek lehessünk, és személyként, nem pedig valamiféle tárgyként, mások boldogulására szolgáló eszközökként éljük az életünket, ahhoz kell, hogy legyenek olyan emberi jogaink, amelyek képessé tesznek bennünket arra, hogy alakítóivá váljunk saját magunk, a közösségünk és a nemzetünk sorsának. Ehhez kell a véleménynyilvánítás szabadsága, mindazok a jogok, amikért olyan sokan ontották a vérüket ami történelmünk során. Ugye? Akár 1848-at említem, akár 1956-ot. A véleménynyilvánítás szabadsága, a szólás szabadsága, a gondolatközlés szabadsága, a gyülekezés joga, hogy kimehessek és a társaimmal együtt tüntethessek, tiltakozhassak egy fennálló rend ellen, hogyha éppen egy hazug, manipulatív, hazugságokon, csalásokon alapuló rendszer van hatalmon, nevezzék akár kommunizmusnak, akár neoliberális piacgazdaságnak, jogom legyen kimenni és tiltakozni, és formálójává válni a világnak, amiben élek. Ehhez kell például a gyülekezés jog. Hozhassak létre egyesületeket barátaimmal, ismerőseimmel, jó célok érdekében. 56 öröksége számunkra, hogy az ellenállás jogát és a sorsunk formálásának a jogát ki kell, hogy követeljük.
Hiszen ahogy az előbb ebben a csodálatos visszaemlékezésben, elemzésben, előadásban is elhangzott, akkor a világ ránk figyel. És persze nagyon szégyelhetik magukat, és csak úgy magunk között jegyezzük meg, ugye? És az élet hogy ismétli magát? 50 évvel később ugyanúgy közénk lőttek, még ha hála Istennek a gondviselés segítségével halottak nem is voltak, de voltak nagyon súlyos sérültek, ugye 14 embert lőttek szemen, volt akinek az ujját szakította le a gránát, sokan lettek egy életre munkaképtelenek. Itt vannak azok a fiatal barátaink, akik két héten át szenvedtek ártatlanul előzetes letartóztatásban, AVH-s módszerekkel megkínozva, és hősként csinálták végig azokat az időket. Egy-egy évig álltak koncepciós eljárások alatt, mire úgymond tisztázódtak, és megszakították velük szemben az eljárásokat. És akkor mi azt hittük, hogy majd elmegyünk az Európai Unióba, ott azt elmondjuk, eljönnek majd azok a barátok, akik még mindig sziszegnek a fájdalomtól, ugye Fábiá Gábor például, akinek a lába akkor még frissen volt eltörve, de vállalta az áldozatot, hogy összeszorított foggal eljön Brüsszelig, és ott elmondja, hogy hogy törte el a brutális rendőr a lábát, az ujját, és a többi. Elmondjuk, hogy koncepciós perek indultak, elmondjuk, hogy AVH-s módszerekkel ugyanúgy kínozták az itt lévő fiatalokat, mint ahogy 56 után a forradalmárokat, ugye fejjel a falnak, terpeszállás, álljon nagyobb terpeszbe, mesztelenül kellett guggolásokat végezniük, a legmegalázóbb kínzásokon keresztül menniük. És meglepetésünkre nem szakadt le a csillár Brüsszelben, a nap másnap ugyanúgy felkelt, és semmit az égvilágon nem csináltak. Ugyanúgy, mint 56-ban. Ez a rossz hír. Viszont van egy csodálatos hírem, és hát ez is, ha úgy tetszik, Adventhez kapcsolódik, hiszen Jézus eljövetelével új küldetést kaptunk, és a magyar nemzetnek mostanra teljesen világossá vált számomra egy csodálatos új küldetése van, amely szerves folytatása 56-nak, és ez pedig az, hogy élen járó szerepet kell betöltenünk az emberi jogok megvédésében és kikövetelésében Európában. Meg kell fordítani a kockát. Nem mi várjuk tőlük, hogy ők kiállnak az emberi jogokért, a véleménynyilvánítási szabadságért, a gondolatközlés szabadságáért, gyülekezési jogért, egyesülési jogért, mert nem fognak. Ők is gyűlöletbeszéd törvényekkel akarják befogni a szánkat, ahogy az előbb elhangzott. Kettős mércét akarnak, azt akarják, hogy ők gyalázhassanak bennünket az idők végezetéig. Mi viszont börtönbe kerüljünk akkor, hogyha olyasmit mondunk, ami nem tetszik abból a szempontból, hogy esetleg megingathatja azt a státuszkót, aminek a lényege az, hogy van egy olyan rendszer, amelyik nem a tisztességes munkán alapul, és az értékteremtésen, hanem spekulációkon, manipulációkon, és egy szűk elitnek az érdekét szolgálja. Ennek a rendszernek a fenntartása a cél, az eszköz pedig mindenféle kritikának az elnyomása, minden olyan nemzeti jellegű, illetőleg a globális nagytőkével szemben igazán kritikus tömegnek a megrendszabályozása, aki a rendszerre veszélyes lehet. És ebben a nyugatiak ugyanúgy ez folyik Magyarországon, de ez folyik Európa más országaiban, Nyugat-Európában is, és a világ más pontjain is. Megdöbbentő volt számomra, és egyben felemelő, amikor megélhettem azt, hogy most 2008. október 23-án a Brit Nemzeti Párt elnöke volt itt Magyarországon, valamint az egyik olasz nemzeti pártnak az elnöke Fiore úr, aki európai parlamenti képviselő, és eljött velünk, ugye bemutatta itt János az előbb a Nemzeti Jogvédő Szolgálatot, akik részéről Gábor veszi föl most ezt az együttlétünket is, és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat bevezette azt 2006 őszétől kezdve, hogy minden egyes alkalommal, minden nemzeti érzelmű rendezvény után, illetőleg minden komolyabb tömegdemonstráció során és azt követően
ügyeleti szolgálatot adunk, ha mondhatom, mert én is ott szoktam lenni. A Nemzeti Jogvédő Szolgálatnak most már talán 50-60 önkéntes ügyvéd, együttműködő ügyvédje van szerte az országban, közülük sokan összejönnek, összejövünk, hát ugye általában Budapesten vannak ezek a rendezvények, de voltunk már máshol is, sőt akár Szlovákiában is, amikor voltak a nemrégi emberi jogi jogsértések, és a lényeg ennek a munkának az, hogy figyeljük azt, hogy a rendőrök mit csinálnak. Ugye a tipikus helyzet az, hogy a tüntetéseket feloszlatják, illetőleg körbeveszik a tüntetőket úgy, hogy ne tudjanak elmenni, közlik, hogy oszolni kell, el kell menni, de ugyanakkor nem engedik, hogy eltávozzanak, majd pedig szabálysértési eljárásokat indítanak passzív engedetlenség miatt ellenük. Illetőleg vegzálják, zaklatják a tüntetőket, mert hogy nem tetszik, tehát a hatalom nagyon haragszik azokra, akik megkérdőjelezik a fennálló, velejéig romlott, igazságtalan, mocskos rendszert. Tele vannak dühvel, és ezt a dühöt azzal érzékelteti, hogy a nyomában vannak a...